A nyelvekről már az elmúlt adásban ejtettünk pár szót, de térjünk még vissza ehhez a gondolathoz. Földünkön ma mintegy 6000 nyelv létezik, az emberek számára csak a töredékük ismert. Vannak nyelvek, melyeket milliók beszélnek, vannak nyelvek, amiket csak pár tucat ember beszél, és persze vannak olyanok, amelyek kihalóban vannak. A nyelv állandóan változik korunk fejlődésének megfelelően lesznek új szavak, lesznek olyanok, melyeket másik nyelvből veszünk át, és az is előfordul, hogy egy régi, elfeledett szót használunk ismét. Ma már elengedhetetlen, hogy valamely idegen nyelv ismerete nélkül éljünk. Ugye az angol tartják a főnyelvnek, de Európában a német és a francia nyelv ismerete is elterjedt, mint idegen nyelv, a balti államokban pedig az orosz is, is főnyelvnek számít. Mennyivel egyszerűbb lenne azért az élet, ha csak egy nyelv lenne a Földön? Miért is kellett Istennek összezavarni a nyelveket? Mire volt ez jó? Miért érdemes egy vagy püspökatyt ismerve több idegen nyelv használata? Hogyan tudott az angol nyelv ilyen tért hódítani magának, hogy éppen az lett a világnyelv? A nyelvészek föltételezik, és ez valószínűleg így is van, hogy kezdetben az emberiségnek volt egy ős nyelve. Ugyanis az emberiség minden jel szerint egy helyről terjed el a földünkön, a Tanganyikató környékén, Afrikában születik, megjön létre a homo sapiens, az értelmes beszélő, a mai embernek az őseit képező első embercsoport. Itt kell elképzelnünk Ádám Éva történetét, a Paradicsom Kertet, az ártatlan állapotot, amelyből elindul az emberiség. És hát kezdetben nyilván az embercsoport egy nyelvet beszélt. Egyes nyelvészek szerint ennek a nyomai minden nyelven megvannak. Tehát vannak közös elemek, amelyek minden nyelvre jellemzőek. Például az a szó, hogy te, az egyes szám második személyű személyes név más, illetőleg a második személyű ragok azok a legtöbb nyelven a T hanggal, vagy a, ahhoz hasonló abból átalakult hanggal e, jönnek, vagy, vagy jelződnek. Magyarul te, angolul jó, ez is, illetve tegezőben Dau volt, a németben du, de akár görögben szű, amely teljesen más gyökerű nyelv, héberben attá, megint csak a T betű ott van. Tehát a, a legtöbb nyelven fölismerhető ez, hogy a, a személyes név más egyes szám második személyben a T hanggal vagy a D hanggal próbálja kifejezni ezt a gondolatot, és sok más ehhez hasonló jelet látunk, ami arra utal, mintha az emberiség nyelve egyetlen gyökérből alakult volna ki. Aztán nyilván az emberiség elterjed a Földön, és elindul Ázsia felé, elindul az amerikai kontinensre, és nagyon hamar kialakulnak önálló nyelvek emiatt. Tehát a földrajzi távolság miatt születnek meg a különböző nyelvek. Ahogyan egyébként ez később időkben is így alakult. Nagyon sokan például azt mondják, hogy szlovák nyelv az azért van, mert volt Magyarország. Ez egy meglepő állítás elsőre, de ha jobban belegondolunk, amikor a magyar nép megérkezik a Kárpát-medencébe, akkor még nagyjából egy egységes szláv. Nyelv létezik, különböző nyilván formákkal, dialektusokkal, de alapvetően egy nyelvterület egészen a mai Horvátországtól a Baltikumig. Vannak ezek a közép-európai e, szláv nyelvek. És kialakul a magyar országhatár, ami a Kárpát az északi oldalon tulajdonképp elvág egy szlávul beszélő népcsoportot a többiektől, a lengyelektől fölfelé, illetőleg nyugat felé a csehektől, mormáktól, tehát levág egy szeletet ebből a szláv tengerből, és hát emiatt, mivel ez a népcsoport önállóan kezd el élni, alakul ki egy saját nyelve. Tehát a Magyarország határ hat olyan módon, hogy megszületik a szlovák, illetőleg régi elnevezése a tót nyelv, a tót atyafiaknak a eleinte csak dialektus a később nyelve. Vagyis a földrajzi széttagoltság miatt születnek meg lassanként a nyelvek. A keresztény hozzáállás a népekhez, a nyelvekhez. A katolikus tanítása a nemzetről azt állítja, hogy a nemzet, és hát ilyen értelme az anyanyelv, a kultúra, a történelmünk, az őseink, ez egy teremtő által adott és akart érték. Mégpedig az emberi természetből fakad. Az ember lényege szerint társas lény és történelmi lény. A létünket közösségekben, nemzeti közösségekben és történelmi módon az őseinktől tanulva, iskolában, az anyanyelvünk által tanulva, elsajátítva az előző nemzedékek tudását. Ilyen módon éljük meg az emberségünket. A nemzet és a nyelv tehát nem egy mesterséges képződmény, hanem természetes. Az ember társas és történelmi lényéből fakad, vagyis Isten által adott érték. Szent II. János Pál pápa rengeteget ír a nemzetek értékéről, küldetéséről. Például úgy érezte, hogy a lengyel népnek a XX. században egy egészen különleges küldetése volt, mégpedig, hogy a retentes istentelen diktatúrák hatalma ott megtörjön, és valóban döbbenetes módon így volt, mert a lengyel népnek különleges katonai ereje nem volt, de mind a kommunista diktatúra, mind a náci diktatúra, mintha ott tört volna meg. A lengyelek hitében, abban az értékrendben, amelyet ez a nép olyan bátran, tisztán hősiesen hordozott. Második János Pál pápa arról is beszélt, hogy egy népnek természetes joga van ahhoz a földhöz, amelyen él és ha elveszik tőle ezt a földet, akkor a föld kiállt a népe után. A népnek pedig várakoznia kell, imádkoznia, virasztania addig a pillanatig, amíg ezt a földet újra vissza nem kaphatja. Vagyis a nyelv, az ország, ahol az illető nép él, a kultúránk, ezek természettől adott értékek, amelyeket védeni, oltalmazni kell. Az a fajta globalizmus, amelyet sokan hirdetnek, hogy egy nyelv legyen, csak az angol, mindenki azt beszélje, mindenki egyfajta ételt, egyen egyfajta zenét hallgasson, ez nem az emberi természet szerint való, nem a teremtő akarata szerint való. Ez egy elszegényedése az emberi természetnek, kultúrának. Az emberiség történetében sok úgymond világnyelv volt már. Az első ilyen nagy világnyelv az arámnyelv volt, amely a perzsa birodalomnak volt. A nyelve szintén több száz éven át az ókori keletnek a szuperhatalma volt, a perzsa ö, birodalom. A zsidók is ez alatt éltek nagyon sokáig, és ilyen módon beszélték az arámnyelvet. Ezért lett Jézusnak is az anyanyelve arám. A héber nyelvet elveszítették, és ezt a nyelvet vették lassanként át. Később aztán elterjed az ókori keleten a görög nyelv. Nagy Sándornak, a makedon Nagy Sándornak a hódítása nyomán a hellenista kultúra terjed el. És emiatt a római birodalomnak a keleti fele nagyon sokáig görögül beszél. Ezért is születik be az újszövetségi szentírás görög nyelven, mert ez volt a közös nyelv, amit mindenki megértett. Egy kicsikét később a latin válik világnyelvé. A római birodalom elterjeszti, és ez lesz a kommunikáció nyelve, nyilván különösen a birodalomnak a nyugati felében. Valamilyen értelemben Közép-Európában a német is betöltött ilyen szerepet, Magyarországon is nagyon sokáig dominált hivatalokban és sok felé a német nyelv, a német birodalomnak a beszélt nyelve. És hát ezután világnyelvé vált az angol. Ennek az oka, elsősorban az angol gyarmatbirodalom, tehát ez a hatalmas gyarmatosító katonai terjeszkedés, ami Indiát elérte, és nagyon sok más országot, ahol nyilvánvalóan lassanként a gyarmatosítók nyelve, az uralkodó nyelv elterjedt és közös kommunikációs eszközzé vált. Másrészt ő pedig az Egyesült Államoknak az óriási katonai ereje, amely az első világháború óta az egész világnak meghatározó hatalmává lett. Tehát emiatt válik vagy vált az angol világnyelvé. Ezzel együtt azt gondolom nagyon fontos azt tudni, hogy a nyelvekben egy különleges saját érték gondolkodásmód van. Nem egyformák a nyelvek, nem egyszerűen lefordítható egy mondat az egyikről a másikra. A mondatnak az íze, a gondolkodási stílus nem lefordítható. Ahogyan egy jó vers sem lefordítható, de még egy, egy nagyszerű regénységen, mert annak a nyelvnek a zsenialitása nem átültethető. Hadd mondjak egy-két dolgot a magyar nyelvünknek a különlegességéről, értékeiről. Nem véletlen az valószínűleg, hogy a magyar nyelvet beszélő tudósoknak egy nagy része akkor a zsenialitást euh, tanúsított, amit kevés nép mondhat magáinak, gondolhatunk atomfizika területére, számítógép föltalálására, Naiman János esetében. Tehát olyan tudósaink vannak, akik hatalmas, teljesen új dolgokat fedeztek föl. És ezek az emberek magyar nyelven gondolkodtak. Ez összeg nem teljesen véletlen. A magyar nyelvnek az egyik különlegessége az, hogy kicsi kövekből építkezik. Van például egy ilyen szavunk, hogy fog. Mármint, hogy megfogok valamit. Nem a szájunkban levő fog, mert ez azonos hangzású, de teljesen más gyökerű szavunk. Ha erre gondolunk, hogy fog, tehát megfogok a kezemmel valamit. Ebből jön a fogalom, hogy megfogom az eszemmel azt a dolgot. Fogalmazok. A fogalmakat próbálom összerakni egy, egy sorba, és leírok valamit. Foglalkozom valamivel. Foglalkozás. Ott is megfogom a munkaeszközt, vagy azt, amit csinálni kell. Ez lesz a foglalkozásom. Befogadó. Ha valamit elfogadok a szívembe, családomba, nemzetembe. Térfogat. Felfogás. És lehetne ezt nagyon hosszasan még folytatni. Vagyis kicsi kövekből építkezünk, és ezeket összekötjük. Tehát nagyon tanít a nyelvünk. A, a szintetikus látásra, arra, hogy dolgokat egymással összekapcsoljunk, logikusan építkezzünk. A másik különlegessége a magyar nyelvnek az, hogy tapasztalat közeli, föld közeli, íze van a szavaknak. Lehet, hogy már mondtuk valamelyik adásban a legjobb példáma erre, maga ez a szó, hogy tapasztalat. A magyar nyelvben ez hang hallatszik, hogy abból származik, hogy megtapintottam a dolgot. Én magam a saját kezeimmel érintettem, ismerem, átéltem. Angol nyelven, vagy például francia nyelven ez, hogy tapasztalat, így hangzik angolul experience. Franciául szintén hasonlóan latin gyökérből eredő szót használnak itt. A latin nyelv azt mondja a tapasztalatra, hogy experire, ami azt jelenti, hogy bejárni. Bejárni a világot. Az a tapasztalt, aki világot látott, sok országban járt, sok mindent látott. Latinul ennek a szónak is még van íze, mert közel van a konkrét valósághoz, amiből a szó megszületett. Angolban és franciában azonban már nincs íze, mert senki nem tudja angolul, hogy az experience az azt jelenteni, hogy bejártam a világot. Ezek a nyelvek áttételekkel mentek át, hosszabb történetük van és egy kicsit sematizálódtak, távolabb kerültek a valóságtól. A magyar nyelv valóságközeli nyelv. A szavainknak íze van, eredeti formája, viselkedésmódja, tehát minden szónak, vagy nagyon sok szónak vannak sajátosságai. Éppen ezért nagyon könnyű vele érzéseket, valóságot kifejezni. Nehezebb elvondolókat. Ez a gyöngéje egyébként a magyar nyelvnek, hogy nagyon exakt, desztillált világos fogalmaink nincsenek. Tehát egy törvényszöveget, vagy tudományos szöveget kicsit nehezebben fordítunk le. Viszont gyönyörűek a verseink. Tehát a valósághoz közeli dolgokat tudjuk könnyen és érzékletesen kifejezni. Picit már a püspök, előre is szaladt a... <kül> abban a témában, amit most kérdeztem volna, bár azért hadd legyek egy kicsit elfogult, és azt gondolom, hogy a hallgatók egy része is egyet fog érteni, hogy olyan gyönyörű, hogy mi magyar nyelvünk sokkal szebb, árnyaltabb fogalmazásmódot tesz lehetővé a töb többi nyelvvel szemben, annyi érzelem kifejezés, modell rendelkezésünkre, hogy. Milyen szép lenne, hogyha mondjuk a magyar is egy világnyelv lenne, és ehhez képest viszonylag kevesen, alig 10 millióan beszélik, és a szorványban élő embe, magyar emberek is. <coughs> hát bizony nem mindenki viszi most már magával tovább. Miért nem tudott -e elterjedni így a magyar nyelv? Hogyan lehet, hogy tényleg az angol, az anyanyelv nagyon sok név, nép esetében? és a magyar rajtunk kívül nagyon nem is beszéli senki. Ahogy említettem, világnyelvek úgy keletkeznek, hogy világbirodalmak hozzák létre. Tehát ez katonai erővel, hódításokkal születik meg egy ilyen nagynyelvi nagy nyelvi közeg, így volt az angol esetében is, de az ókori nagy nyelvek esetében is. Magyar világbirodalom, hála Istennek nem volt, és ilyen módon nem világnyelv a magyar. Egyébként a magyar nyelvünk rettentő nehéz. Tehát nagyon nehéz megtanulni. Pontosan a, a, kicsit különleges sajátos építkezése miatt egyetlen szóban, például házamba, ezt általában a nyelvek három elemként teszik össze, azt is különként szóval mondják ki, hogy én házam, mine house, és utána még a banben, in, ezt is külön hozzáteszik. Tehát három szóban mondja ki a magyar, egy teszi, de ezt összerakni, hogy az pontosan jó lenne a lovaimmal, ez nekünk történ, vagy természetesen jön, de aki tanulja a magyar nyelvet, ennek borzalmas nehéz ezt megcsinálni. Főleg, hogyha különlegességek vannak a szóban, és nem pont úgy viselkedik, mint a többi e, társa, akár többes szám esetében is ló-lovak, hogy ez miért pont így van, és miért nem lók. E, ez nagyon nehéz megtanulni és megjegyezni. Vagyis nehéz a nyelvünk. Ezzel együtt a nyelvünknek rengeteg kincse van. Nagyon fontos lenne ezt a nyelvet megőrizni, továbbadni. Nagyon tanácsolnám a kedves hallgatóknak azt is, hogy egyrészt tanuljanak nyelveket, mert minden nyelvel egy gondolkodásmódot sajátítunk el. Egy népnek a mentalitását. Tehát gazdagodunk. Ez olyan, mintha megismerkednénk egy teljesen más típusú családdal. És annak a családnak, akár a házassági szokásaiból, a, az, hogy hogyan bocsátanak meg, hogyan ünnepelnek, valamit magunkba tudunk szívni. Tehát nem csak egy eszköz kapunk, hogy kifejezhessük magunkat, hanem gazdagodunk egy-egy más mentalitással. Nagyon tanácsolnám, hogy ne csak angolul tanuljunk. Tehát ezt a fajta dominanciát, amely le akarja tarolnia, a többi népeknek a sajátos kultúráját. Ez kicsikét a magunk szintjén is szálljunk ezzel szembe. Például én nagyon tanácsolnám azt, hogy tanuljunk egyrészt latin nyelveket is. A latin nyelvek sokkal könnyebbek, mint a germán típusú nyelvek, az angol és a német. Nagyon fontos lenne tanulnunk legalább egy latin nyelvet, és ha az egyiket megtanultuk, az összes többihez kinyílik a kapu. Olasz, francia, spanyol, portugál és a román nyelv is ilyenek, egymást rettentően segítik. Nagyon jó lenne tanulnunk szláv nyelveket. Egyáltalán a szomszédaink nyelvét lassanként valamennyire kicsit konyítani, érteni. Mi ide vagyunk teremtődve a Kárpát-medencébe, ami természetes testvéreink, szlovákok, horvátok, románok, szerbek, az osztrák sógorok, tehát ebben a világban vagyunk beleteremtve. Nagyon fontos lenne ezekkel a népekkel testvéri, baráti jó kapcsolatba kerülnünk. Azt a, a, sérelmi és ellen, egymással ellenkező rivalizáló mentalitást, ami néha jellemző a magyar gondolkodásra, le kellene vetnünk és megtanulni azt, hogy együtt tudunk a Kárpát-medencében boldogulni. Tehát nagyon bátorítanám a fiatalokat akár szlovákul tanulni, esetleg románul, szerbül, horvátul, tehát hogy értsük a szomszédainkat, lengyelül, erősítsük ezt a közép-európai régiót, ezáltal is, hogy tudjuk egymás nyelvét. Nagyon bátorítanék arra is, hogy ókori nyelvet tanuljunk. Ez lehet, hogy furcsának, kuriózumnak tűnik. Ha az ember tud egy-két ókori nyelvet, például nekem a latin tanulásban a döbbenetes élmény az volt, hogy 2000 évvel ezelőtti embereket hallok, költőket, történetírókat. Tehát egy teljesen más világ tárul föl előttem. Vagyis az embernek lesz egy fogalma a történelemről. Arról, hogy milyen lehetett a világ 2000 évvel ezelőtt és rácsodálkozik arra, hogy van, ami teljesen ugyanaz, az emberi érzések, intrikák, hatalomvágy, stb. Ez teljesen ugyanaz, mint ma. De van, ami meg teljesen más. Van, amiben a világunk differenciálódott, kifinomult, és ténylegesen haladt ez alatt a 2000 év alatt.